Think for yourself. Question authority. Think for yourself. Question authority. Következzen a második feladat, amiben ugye a feladat elolvasva a szövegét, látjuk, hogy egy kihalási folyamatot kell nekünk megadni, hiszen itt ebben az esetben 20 percenként a sejtek negyede kipusztul. Azaz a háromnegyed része marad, így ez lesz az exponenciális függvényünknek az alapja. Jó? És a függvényt az A részben kell megadni, amely az idő függvényeként, az idő perceket használunk, itt van percben kifejezve, az exponenciális függvény nyilván a nulla helyen veszi fel a kezdő, a kiinduló állapotot, azaz ugye az 1000 értéket, 1000. És ahogy mondtam, hogy az alap az 3/4, és itt kell ugye a kitevőbe valamilyen az időnek valamilyen függvényét írni. Hát ezt meg onnan tudjuk, hogy 20 percenként következik be ez az, hogy a negyede kipusztul. Tehát ide, ugye a T egyenlő, ide a kitevő, hogyha egy kerül, akkor történik meg az, hogy a negyede kipusztul, ez 20 perc múlva történik meg, tehát akkor ide ugye T per 20-at kell érni. Jó? No, és akkor nézzük. Ugye a B részben van, ahol vázlatosan ábrázolni kell ennek a függvénynek a grafikonját, hát vegyük föl, szokásos, ugye igazából csak az első síknegyedre koncentrálunk, hiszen ugye az idő, egy percekben van megadva, az sem nagyon lehet negatív, illetve a sejteinknek a száma sem. No, tehát tudjuk, hogy ugye a kiinduló állapot az az 1000, az legyen mondjuk ilyen magasan, és exponenciális függvény, 3/4 az alap, ez azt jelenti, hogy egy monoton csökkenőjén jön le, és ugye a nullához fog közelíteni, tehát itt pötty, és innen vagyok így rajzolni a görbét, jó? És akkor ezzel meg is adtuk alapvetően ugye a B kérdésnek a választ. Jó, következzen a C, mennyi lesz a sejtek száma 10 perc múlva? Jó, tehát itt ebben az esetben akkor ugye az F10-nek az értékét kérdezik. Azaz, amikor ugye 10 perc telik el, mondjuk ide veszem fel a 10 egységet, jó, tehát nem kell most méretarányossággal foglalkozni, ez tényleg csak egy vázlatos rajz. És akkor a T betű helyére 10-et, hogyha beírunk, akkor ez 3/4, ugye 10 per 20, az az 1/2 értéket kapjuk meg. Most azért tényleg valóban el tudjuk helyezni, de ugye a számológép nem használható a VH-ban, ezért csak úgy oda jelölöm, hogy ez itt zöldel, de ez ugye 866, de csak azért, hogy mégis ilyen megközelítőleg mégis mennyi ez az érték. Tehát ez itt a nagyjából a 866 körülbelül. Jó? Igen, és természetesen itt is megkérdezi a feladatunk az, hogy vajon mikor éri el a sejtek száma a 8%-os kritikus értéket, tehát amikor is ugye a függvény értéket tudom. Na most itt 8%-ban van kifejezve, tehát akkor az 1000 sejtnek a 8%-a, tehát ez a 8%-a az 1000 sejtnek, az nyilvánvalóan, ugye tudjuk, akkor az 1000-nek a 8% részét jelenti, tehát 80. Mikor lesz, ugye milyen idő, tehát a T egyenlő mennyi esetén lesz a függvény érték, tehát ez az FT, ugye, ami a 1000×3/4 a T per 20-on, az egyenlő a 80-nal, hát ezt az egyenletet kell megoldani T-re. Nyilván először is ezerrel eloszthatunk, tehát ez 3/4 T per 20, hát ez legyen már 8%. Jó, és akkor innen
ugye tudjuk, hogy megkapni a kitevőben lévő kifejezést, azt akkor a logaritmus függvény segítségével tehetjük meg, tehát vesszük mindkét oldalnak a logaritmusát, hát nyilván a háromnegyed alapú logaritmusát, pont azt a logaritmust, amit itt az exponenciális függvénynél használtok, tehát a t per 20, innen t, hát akkor betörtel írjam, tehát innen t per 20 az egyenlő lesz a háromnegyed alapú logaritmusa a 8 per 100-nak. Jó, és hogy a t-t megkapunk, még 20-an meg kell szorozni, tehát a t az 20 szorozva 3/4 alapú logaritmus 8 per 100. Tehát amit most kiszámoltunk az ábrákon, most is mutatjuk, tehát kritikus ugye az, amikor a... Ops, ide be kellett marazzon, amikor is a sejteknek a száma az 80, tehát az értéket tudjuk, és akkor itt a hely, a kérdés, tehát ez a t érték. Jobb is, hogyha ide pirossal írom, hogy mennyi a t, mert itt a számoltunk ki. És a legutolsó kérdés az, hogy adjuk meg a függvénynek az átlagos változását, 60 és 0 között, 0 és 60 között, hát ez pedig nem lesz más, mint ugye az F60 minusz F0 per 60 minusz 0. Tehát akkor, hát ezt nem számoltuk ki az F60-at, tehát ide akkor beírjuk azt, hogy itt 1000 szorozva 3/4 60 per 20, tehát akkor a köbön, az F0-át ugye azt tudjuk, kiindulásként 1000 darab sejtünk volt, és hát nyilván egy ilyen 60 hosszúságú időintervallumon kell venni ezt az értéket. 1060-nal osztunk.